Én is. Nem megyünk már gyalog. Meg kell szereztünk az ellenmérget, mert különben kinyifan szegény alkibiádész. Utána megyünk kultusztagot gyilkolni. Oké, okay, erre lehet, hogy nem fogok tudni elmenni. Oké, és... Na akkor más... Mármint, mi ez? Szuper jó. Nézd meg a tutorial videómat, abba is így elmondtam, hogy nagyon tetszik igazából. Az egyik szerintem ez tetszik majd, hogy nem a legjobban. Az a baj, hogy nem nagyon tudom rangsorolni, hogy melyik tetszik legjobban. Mert mindegyikben van valami, ami nagyon jó, és vannak negatívumok is. Hát nyilván ebbe is van negatívum, de van nagyon sok jó dolog is. Most, na várjál, arra fölfelé kell menni. Úgyhogy most ott tartunk, hogy az olimpiai játékokon vagyunk, és ott kell segítenünk, hogy megnyerje Spárta az olimpiai játékokat. Most ide be fogunk lopózni, mert itt lesz az antidot, az ellenanyag, Alkibiadésznek a... Szóval itt nem fogok most összetűzésbe kerülni, egész egyszerűen csak bemegyünk, és kijövünk. Ennyi. Nem lesz semmi extraság. Jó, ahhoz viszont lecseréljük az armort. Mert van nekünk ez az invisible armorunk. Így. És akkor szépen szedegessük össze. Hol járnak éppen a katonák? Van nekik ilyen jelzőfákja is, az lehet, hogy ki kéne iktatni, mielőtt még... Ott van egy bejárat, de az most nekünk nem kell, mert láthatatlanul be tudunk menni. Ja, nem ezt akartam, hanem ezt akartam, így. Na nézzük. Oké. Okay. Na, akkor ezt először kiiktatjuk itt. Nekem is nagyon-nagyon tetszik egyébként az Odüsszi. A hangulata hihetetlenül jó, tehát ezeken a tájakon így végigbenni, meg tehát a színvilág, a mitológia nagyon-nagyon jó. Viszont hát az a helyzet, hogy van néhány olyan, hát mondjuk úgy, hogy ilyen mechanika, ami nem tetszik. Például a harcolás közben nem tetszik, hogy a nyirat például nem lehet fejleszteni. Az a fegyvereket nem lehet, hát jó lehet fejleszteni, kicsit upgrade-elni, de például a nyirat nem lehet upgrade-elni. Ez is egy ilyen kis hátulütője. A Valhallában nagyon tetszett, hogy az egyes épületeknek volt funkciója. Viszont nem olyan funkciója volt, amilyen lehetett volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegyikben van jó is, van rossz is. Például nekem egyébként sokan nem szeretik a Assassin's Creed Unity-t. Tehát azt az Assassin's Creed-t nagyon szeretem. És szeretek is vele játszani, tehát teljesen más, mint egyébként ahogy a többi Assassin's Creed. Mondjuk, hogy egy kicsit így különleges. De a három közül, az legutóbbi három közül ez tetszik most, tehát ugye amiben most játszuk, az tetszik legjobban. Mert hogy
Lehet ugye a hangulata miatt. Így... ugye a Valhallának ilyen kicsit ilyen ködös hangulata van, és... hát nem tudom, ilyen komor. Kicsit ilyen, olyan, mint hogyha folyamatosan... be lenne sötétedve, nem süt... ilyen tudod, tudjátok, milyen, amikor télen érez az ember, hogy olyan... Persze nyilván, mivel... földrajzilag ott játszódik, ahol azért ilyen a hangulata, meg valószínűleg ennek is azért olyan a hangulata. De hát ettől függetlenül ezt jobban szeretem. Bár mondjuk ennek mondjuk meg lehetett volna csinálni a sztoriát egy kicsit még izgalmasabbra is. Hoppá! Na. Kicsit beszorultunk. Jöttök? Várjál csak. Találtam egy tombot. Nem. Hol van a bejárat? Jó, ott. Mondjuk ott. Ez a bejárat? Aha, ez a bejárat. Ha már itt vagyunk, akkor menjünk végig ezen a tombon. Oké, ez egy gyors. Ez egy gyors végigmenetel volt. Na. Mit is beszéltünk, hogy mit fejlesztek? Ja igen, még ezt a... szerintem azt a lopakodósba be lehetne rakni ezt a... az ability-t. Ezt. Szóval ide a lassítás helyett. Szerintem ide berakom, várjál csak. Ide. Így. Jó. Na menjünk, vigyük vissza szegény Alkibiádésznak az antidotját. Let's go. Let's go. Hey ho. Közben az is lehet, hogy levadásztam ezt a kultusztagot. De nem, most nem. Nem töltjük azzal az időt. Vagy le tudnám csak úgy, ki tudnám csak úgy nyírni. Oké. Hát ez... ez könnyen ment. Oké. Ez könnyen ment. Na, hát levadáztuk akkor útközben a kultusztagot is. Alkibiádésznak is visszük vissza ellenanyagot. Az olimpiát is megnyertük, szóval. Hello. Na várjál, nem ide. Kell mennünk akkor ezek szerint. Nem is ide. Hanem... nem. Hát ez az épületnek a másik felén van. Lehet.
Ah, itt vagyunk, aha, jó, okés, megvagy. Megvagyunk. Here, I have the antidote. More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. Na, kért egy kis bort még. My stamina returning. Visszatér a staminája. Let's go. Na. Legyen nappal. És akkor nézzük meg, hogy mi van még itt küldetésben. Ah, befejezzük a pankrációt. Hát de a csávó már meghalt. Szóval vele már nem fogunk pankrálkodni. Pankrálkodni. Túl sokat pankrálkodunk, akkor pankrákunk lesz. Jó, ez nem volt szép. De tényleg, hogy most a Champion-t azt kinyírtam, akkor mi lesz? Vagy megtámad minket mindenki, vagy mi? Hogy azt mondja, hogy ja, mi nyertünk. Nincsen. Nincsen már champion. Na mondja, csávó. Your next opponent is Dorios. Claims to be descended from Heracles himself. Én is így voltam vele. Így időközben kedvem támadt az Odüsszéhez, ezért is kezdtem el újból végigjátszani. I'm ready. You ever faced an Olympic champion before? No, but I've gotten this far. Well, you don't look the part. You're not even oil for Zeus's sake. I do have some oil. It could come in handy, and it smelled good. I'll use it. Na. Használjuk az olajat. Szóval igazából nekem a Valhallában jobban tetszett a sztori, mint az Odüsszinek a sztoria. De az egésznek a hangulata az Odüsszinek jobb. Szerintem. Na. Na most akkor... Ja, hogy lehet, hogy nem is azt töltük meg. Egy másikat. Na, ő nincs is beolajozva. Várjál. Na gyere. I will suck the marrow from your bones. Na, hát ennyit a Championről. Victory! Nike! Victory! Na, hát legyőztük. Ennyi volt. Az a baj, hogy már túlságosan erős vagyok ezekhez a küldetésekhez. Na, Spárta. There can only be one winner. Spárta! Na, Spárta nyert, ennyi. Yours is eternal glory. Gondolom ezt a
Babél koszorút, ezt megtarthatjuk. Hát, jó van. Na, akkor végül is elvégeztük a küldetéseket, amiket kértek a királyok, úgyhogy lehet, hogy vissza kéne menni. Nézzük meg a mappot. Először is megnézem a kultiszt menüt. Na, ez most fedődött föl nemrég. Gods of Aegis. Aha, ezt ilyen tengeri csatába tudom kinyírni ezt a csajt. Jó. És... hol volt a... nem, nem ez volt. Tehát kinyírtunk most ki. Interesting, interesting. Ha, continue your odyssey. Szóval ezt kicsit később fogom megkapni. Azt mondja, a hand cult is from the same branch to gain clue. Vadász le egy másik kultisztot ugyanebből a csoportból. Ezt. De ezt csak akkor fogom tudni megkapni, hogyha ez megvan, nem? Érdekes. Az a sanda gyanúm, hogy ez lesz a tengerütközetes. Na mindegy. Hát egész jól állunk egyébként. Lehet, hogy ezt is szerintem kinyírogatjuk így útközben, meg lehet, hogy ezt is ma még teljesítjük. Az itt micsoda? Aha, itt folytatódik tovább a fő küldetés. Odyssey Quest. Aha, igen, igen, igen. Ez lesz a fő küldetés. Mivel mind a kettőt megcsináltuk a királynak, ezért most már gyakorlatilag nincs más hátra. Találkozunk Brasidasszal Arkádiában, meg az anyánkkal. Talán ez közelebb van, mondjuk a hegynek a másik oldalán van, de menjünk innen. Mert nyilvánvalóan együtt fogunk visszamenni Spártába. Most egy pillanatra így beakadt a játék. Ledroppolt, így ledroppolt az FPS-sel. Statue of Artemis. Artemis szobránál fogjuk megtalálni őket. Ne, kiérünk innen, akkor rögtön lóra szállok. Aztán csapatjuk 700 métert. Meg kéne kerülnünk valószínűleg ezt a hegyet itt valahogy. Mondjuk lehet, hogy arra kéne menni. Csak ott nincs egy ilyen átjárószerűség. Mondjuk... úgy tapasztaltam, hogy ember a, tehát az Odüsszeiben, és itt az emlékeim is úgy, és úgy emlékszem, hogy az Odüsszeiben nincs annyi, nem volt annyi bug így a legelején, amikor megjelent a játék, mint a Valhallában. A Valhallában azért elég sokkal lehetett találkozni. Ilyen ki nem nyíló ajtók, repülő karakterek, átestem a textúrán.
Időnként voltak ilyenek. De az Odüsszeiben nem emlékszek ilyesmire. Na várjál már. Mi van itt? Mi ez a mercenary itt? Hello? Who are you? Me? I'm no one. But you. Azt mondja, én senki vagyok. Godlead and Brasidas said you'd be. It should be your statue between these trees. Brasidas? What does he have to do with this? Warrior, he said. Look for the mighty warrior with the broken spear. I added the godly bit. Ah, gyanús ez a csávó nekem. I'm just a traveler. And there's more than one. Nem már ugyak még egyelőre el neki. And the eagle he mentioned. What eagle? Az a sasról felismerhető vagy. Mi a sas? Of course you do. And the woman, you'd like to speak with her too, yes? Wait. She looks like you. Tell me where they went. I should. It's what Brasidas paid me for, after all. Then why don't you? He didn't pay enough. For the gods! Mit csinálsz? Jöjj csak ide. Ha megtámadott. Brasidas fizetett neki, de nem fizetett neki eleget, azt mondja. Mi ez a hármas körözöttségi szintünk van? Az komoly. Egy-kettőre megjelennek mindjárt. Egyelőre meg fognak jelenni. A mercenary-k, hogyha ez így marad. Hopp, ezt eltoltam. Gyere csak ide. Még jó, hogy ezt automatába csinálja ezeket az ütéseket. Na. Kapjad össze magad, csávókám? Tell me where they are. Or I'll cut that shit-eating grin of your shit-eating face. He said you had a nasty temper. He wasn't wrong. Tell me where my mother is, or I'll shove my spear so far down your throat, you'll be shitting iron at the gates of Hades. Please, show mercy. Speak! Na, ezt nem fordítom le. A cliff overlooking the gear. Brasidas didn't pay you enough? Who did? Tell me, or I'll wrap your guts around your neck and hang you from that tree. Na, legalább a Bounty-t is megtudjuk, hogy ki az. He's paying more for your head than Brasidas could afford in two lifetimes. Tell me who the Archon is. I want a name. La Rose. His name is La Rose. And he's the most powerful man in Arcadia. Jó van, biztos ez is egy kultusztag lesz. You threaten the wrong people, Malaka. Malaka. I don't threaten. I promise. Na. Kinyírjuk. Ja, kinyírom én ezt. Most, hogy már mindent tudunk. Na ennyi. Ezt a három kombót így egymás után megcsinálod, akkor kész. Jó. Letter from Brasidas. Nézzük csak meg a mappot. Na, itt vannak. Jó, oké, nem messze. Közben megnézem azt is, hogy... Ki lehet-e fizetni? Nem lehet kifizetni a bountyt. Oké. Na, ez tetszik egyébként, mert ez egy kicsit így nehezítés. Nem mászkálhatok csak úgy a végig a mappon, mert... Let's go.
Már mondjuk egy sárga fegyvernek jobban örültem volna, hogyha nála van. Hopp, hopp, hopp. Azért ez komoly az erdőbe irányítani a karaktert. A fák egész nagy veszélyt jelentenek. Na, megértünk. Egy kis hegymászás, aztán megvan. Na, szevasztok! Thank the gods you found us. I got your message. I killed the messenger. He betrayed you, Brasidas. These cultists Marini told me about. They knew you were coming and must have forced La Rose to place the bounty on your heads. Trusting anyone in Arcadia will be difficult now. Which is why I say we put that Archon's head on a pike. Nem bízhatunk be meg senkiben Arcadiában. Túl nagy a vérdíj. Ezt most nem figyeltem. Let's find out more about what's going on in Arcadia. We should be able to solve this Lagos problem without too many beheadings. After what happened to the monger in Corinthia? That crowd wanted blood. Violence doesn't always solve problems. Whatever happens, we need Lagos alive. Arcadia is Sparta's breadbasket, and Lagos keeps it full. That man is working for the cult of Cosmos, not Sparta. Aha, hát azt mondta a Brasidas, hogy... What makes you think he wants to leave? Bounties and threats aren't Lagos' style. Hogy élve kell nekünk, Lagos. Looks like I came just in time. You certainly did. But it's time to make a decision. Your strategy makes sense, Brasidas. Thank you. I'm glad you agree. You're letting sentimentality cloud your judgment. Egyetértek most vele. Thousands of Spartans depend on Lagos for food and protection. His death would bring chaos. Aha. Lehet, hogy egy kis stratégiával meg lehetne oldani. Northeast of Degea, where he has a safe house. Meet me there before you do anything you'll regret. Okay. And what if Brasidas' plan doesn't work? The Archon hides like a coward in Fort Samikon. You can't miss that monstrosity. You could go after him now, but be careful. He's well defended. Then we must weaken his defenses. He's got barracks full of guards and silos full of grain. It would be a shame if any came to harm. Uh-huh. I'll go see what Lagos. Jó, hogyha esetleg Brasidas terve nem válna be, akkor le lehet... le lehet gyengíteni a hatalmát. Na, ő a Lagos. Jó. Ha! Na, hát ezt kérdeztem most. Jó van, oké. Okay. Nem mondta nekem, hogy... vagyis nem jelezte, hogy... hogy később meg fogom az Odyssey questekbe kapni. Jó. Na, nézzük akkor a questeket. Igen, Brasidas-szal fogunk először beszélni. Még pedig ott. Az a szinkronizálási pont ott nincs meg, úgyhogy... Azon csodálkozom, hogy még nem találkoztam Mercenary-vel. Pedig hármas körözésem van.
Szépen belovagolunk, mint hogyha nem is lenne vérdíj a fejünkön. Animals outnumber people 3-1 in Talia. Better watch out for predators. Azt mondja, vigyázzunk a ragadozókra. Várjatok már. Eladom már itt a cuccokat. Na, azt mondja, hogy legyen úgy, hogy a vérteket, azokat szétszedjük, ezeket meg eladom. És akkor így gyakorlatilag van pénzünk is lesz, meg nyersanyagunk is. Úgy. Hopp, ezt nem. Ezt a Gergőnek megígértem, hogy ezt nem dob. Szedem szét, nem dobom ki. Ez az, amit a nevelőapánktól kaptunk. Na, hát... valamennyit azért szereztünk. De mi az? Azt nézem meg, hogy... upgrade-elni. Az 46-os szintű, ez 49-es és 51-esek vagyunk. Kérdés, hogy ezt az armort, ezt upgrade-eltem-e? Nem, csak a másikat. Hát jó, akkor kezdjük el ezt is upgrade-elni, mert azért ez is számít. Jó. Oké, ez is megvan. Ezt erre már nincs. Nincs elég bőr. Ezeknek, hogy van-e nála bőr. Legalább 500 kéne. Nincsen, jó. Oké. Akkor megyünk tovább. Lovacska. Azon gondolkodom, hogy hol van a gyorsutazási pont. Úgyhogy ezt be kéne szinkronizálni, hogyha itt tevékenykedünk. Na, ezt akkor előbb beszinkronizálom, és akkor utána megyünk tovább. No. Oké. És akkor keressük meg Brasidest. Hát, ha még ide vissza kell jönni, akkor az úgy egyszerűbb, hogyha be van szinkronizálva. Arra jöttem rá egyébként, hogy szinte egyszer se használtam még a heavy attack-ot. Gyakorlatilag szerintem egyszer se használtam. Mindig light attack-ot tolok. Na nézzük. Lagos still lives then. What exactly is this place? Lagos is a very public figure in Arcadia. This is where he handles his more private affairs. What are you looking for? If we can find out who's manipulating Lagos, there'll be no need for blood. I thought Spartans drank blood for breakfast. Hogyha megtudjuk, hogy ki az, aki manipulálja Lagost, akkor nincsen szükség, hogy folyjon a vér.
Fajon. Getting soft, Brasidas. When Leonidas died at the Hot Gates, we all came together against a common enemy. Athenians, Spartans, fighting side by side. What is it? Someone's here. Valaki van itt. Azok bizony kultuszkatonák. Good. You have the letter from Lagos? I do. Our job is to deliver this to the scorched tree, near a golden field. Someone will meet us there and take it to the hideout. Okay. Akkor követni kell őket. A letter from Lagos? It could have the answers we need. Meg kell szereznünk a levelet. Jó. Oké. Azt hittem, hogy követni kell őket. Mondjuk ebben a játékban nem láttam még ilyen követős küldetést. Tehát, hogy így valakit így titokba kellett volna követni. Szerintem a Valhallámba se volt. De az összes többibe volt. Emlékszem. Sőt, szerintem a Black Flagbe volt a legtöbb. Ilyen követős, ilyen titokba követős küldetés. Na várj, ez nagyon csapdaszagú itt. Ez egy bandit camp. Ennyi? Ott van egy mercenary. De valamiért nem keresnek bennünket. Kipróbálhatnánk ezt az új képességet. Nincs csak A. Ha nézd már! Hát az az Evie Fry. Evie harcol. Na jó, menjünk le. Az a kérdés, hogy hányat tudok? Egyszerre csak egyet tudok megidézni? Hát ez zseniális. Mit nem próbáltam ki? Ha megidéztem Evie Fry-t. Kapta. Tetszik. Ez ilyen, mondjuk titokban egyébként meg lehet csinálni. I was brought here with Lagos's family. I thought we'd be killed. Where are they? Below ground, with many guards. I need you to go tell my friend Brasidas I found them. He should be in an old farmhouse northeast of Dier. I'll do it. Thank the gods you came to help us. Na. Oké. Itt van nem messze. Itt gyorsabb volt. Ja. Location completed. Na, hát ez, közben ezt is megcsináltuk. Az plusz XP. Na már csak 130-120 méterre van. Buzamező után. Hogy elfáradt Cassandra. Futkorászás. Oh. Itt van.
Megvan. Már kicsit elrejtőzök. Oké. Okay. Az fölösleges volt. Gluten free. Micsoda? Az a küldetés neve, hogy gluten free. Na nézzük. Jó. Szerintem ezzel nem tudom felfedni egyébként az enemiket. Most szerintem fölösleges itt. Egyébként most nem fogok rejtőzni. Elég erős vagyok ahhoz, hogy face to face mindenkit kinyírjak, aki kell. Hopp! Mondom, elég erős vagyok. I will crush you. Kicsit visszatöltjük. Úgy. Az a baj, hogy a vízbe el tudják oltani magukat. Ja, a tűzsebzésnek ez az egyetlen egy hátránya a méregsebzéssel ellentétben, hogy a vízben el tudják oltani magukat. Ezt pont eltoltam, másikat kellett volna így megütni. Nem baj. Majd ezzel. Oké. Menjünk tovább. Stop right now! Szerintem kicsit begyulladtál, hát. Már el segítek. Képzeljétek el, hogy még tolok erre a tűzsebzésre. Így is elég durva. Na hello! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Hoppá, ezt bekaptam. Nem baj. Hopp, ezt nem lootoltuk ki. Azaz. 9 iron, ennyi? Mert tudom, hogy itt vannak valakik. Ah. Ennyi. Na. Cassandra, Brasida sent me. Are we going home? I have no idea. We've been trapped in this filthy cave for days, with no word from Lagos whatsoever. You're free, but it's not safe to return to Lagos. It's yet. Not safe. Are those scary men still with Pater? They're making your Pater do things he doesn't want to do. I'll find Lagos is up, yeah. Release him from these. Azért az elég durva, hogyha bezárja őket. For now go to my friend Brasidas. He'll meet you at the safe house northeast of Tejera, where Lagos has his secret meetings. Are you angry, Matter? I am grateful you saved us. Ne, azt mondtuk Brasidasnak, hogy nem öljük meg, úgyhogy nem fogjuk megölni. De legalább megkaptuk a pozíciót. Na. Hát akkor menjünk. Távozzunk. Kérdés, merre kell egyáltalán. Menjünk erre. Nem. De az komoly, hogyha eltévedek ebbe a... Hát maximum arról, amerről jöttünk, arra kimegyünk. Csak a hullákat kell követni. Hopp, 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 ott már van egy mercenári. De már csak kettes a körözöttségi szintünk, már nem érünk annyit, mint régen. Egyébként már nincs is nagyon erősebb mercenary nálunk. Hopp, ott van. Meglepjük. Gyere csak. Gyere csak, te mercenary, te.
Azt engem jöttél le vadászni? Hát mit képzelsz te magadról? Hoppá, ez meglepődtél mi? Ez az, kapja. Legalább nem kell fákját hordanunk, mert világít nekünk a csávó. Oké. Okay. Nem volt egy egyébként egy olyan... De mert azokat kell figyelni, amelyikek ilyen, ilyen citromsárgák. Azok hordoznak, vagy egyébként hajózás szempontjából jók, vagy hordoznak valamilyen olyan fegyvert, vagy vérdarabot, ami ilyen legendás. No. Nézzük akkor meg. Hova kell mennünk? Ez mi? Ez a Lagos. Aha, oké. Okay. Deal with Lagos. Lagos Archon of Arcadia. Ez lesz az. Ez lesz a küldetés. Jó. Ja, jó, oké, és ide kell jönni. Innen megyünk akkor majd. Na nézzük, vajon meg tudunk-e egyezni egyáltalán vele. Azt néztem, hogy már közelem, el lesz közelembe. Ez milyen durva, meg tudom idézni Evie Fry-t. És elkezd harcolni vele. Várjál, de azokat tudom megidézni, vagy egy bizonyos slotba lévőt, az elsőt, aki az első slotba van, azt tudom megidézni? Akkor lehet, hogy... Bajek? Lehet, hogy Bajekot is meg kéne nézni. Szerintem ő is... Nem, ő nincsen bent. Ajá van bent. Na mindegy. Hát ez tök jó. Jó, meg kell, hogy kerüljük a hegyet. Talán erre. Így biza. Az volt egy fa. Az a jó, hogy így lepattanok a fákról. Neki mész így? Hopp, látod, lepattansz. Na, megérkeztünk. A kérdés az, hogy hol kell fölmenni. Valahol kell, hogy legyen egy ösvény fölfelé. Szívesen másznám meg ezt az óriási hegyet. Hát, megyünk fölfelé. Na, meg is vagyunk. Na, szerintedek be tudunk így menni? Spártai. Hopp, nem tudom. Na gyere!
hogy dobálózik. Hé! Hey. Kellett neked, ha? Na jó, akkor így megyünk be. Zseniális az a ruha. Hihetetlen, hogy csak így lehet lopózni simán. Az lenne a durva, hogyha lenne olyan képesség, amivel ki lehetne védeni ezt a láthatatlanságot. Na, itt vagyunk. Kíváncsi vagyok egyébként. I know it was you who freed my family. They're safe thanks to you. I did what I had to, even with everyone in Arcadia. Becsüli, hogy megmentettük a családját. The world is so chaotic now. The cult made it that way. We're living in divided times. Sparta against Athens. Old against new. Azt mondja, mindig is lesznek konfliktusok. Sparta és Athén, az új és a régi. Oké, meggyőzhető. It's not too late. Leave the cult of Cosmos and join Brasidas. You expect me to trust you? After how you slaughtered the monger? I know what you do to cultists. Aha. I won't bow my head just for you to cut it off. That wasn't okay. My plan. Then I should thank you for letting me face death as Spartans do. Nem már. Nem akarom megölni. Hello? Na. Hát akkor gyere. Komám. Azt mondta, hogy azok után, amit Mongerre csináltam, tudja, pontosan tudja, hogy mi vár rá. Úgyhogy küzdjek úgy, mint egy spártai. Hát akkor nem volt más esély. Muszáj volt kinyírnunk akkor ezek szerint. Megspórolhattuk volna ezt az utat. Hát, na mindegy. Most akkor végül nem lett Brasidasnak igaza. Jó, közben megnézem a kultiszt menüt. Mert ugye most kinyírtunk egy... Aha, őt nyírtuk ki. Hello. Miért nem fedődött fel? Érdekes. Lehet, hogy ez is majd később fog felfedődni. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy ez is. Érdekes. Na már tényleg a vége felé járunk ezek szerint. Jó. Na menjünk akkor. Beszéljünk Mirinivel. Meg Brasidasszal. Hát elmondjuk majd neki, hogy mi megpróbáltuk meggyőzni, de egyszerűen nem lehetett. Jó, azt nem nyírjuk ki. Megyünk.
Mert közben nappalt varázsolok. Slőnő világosság. Kíváncsi vagyok, mit fog szólni a Brasidas. De Mirini gondolom azt fogja mondani, hogy hát oké. Okay. He's dead. This complicates things. One less cultist seems simple enough. La Rose was a dear friend once. I should have been there. I'm sorry, Brasidas, but when Lagos joined the cult, he sealed his fate. So you execute the monger in public against my advice, and now you kill Lagos? If you were under my command, hát de nem akart beállni. You wouldn't be anymore. I don't follow orders. I do what I have to. So it's done. I suppose you'll be wanting to report the news to Sparta soon. You're right. Így van. We've done all we can. It's time to go to Sparta. No. Yes, time to go to Sparta. Marini, you are as determined as ever. I'm sure you will regain your house soon. With Lagos dead, arrangements must be made to ensure Sparta doesn't starve. Arcadia is safe once more. And the bounty is lifted. We are free to travel without fear. No. Then let's continue our journey. Okay, és akkor lement a fejünkről a körözés is. Na, szuper, akkor most már mehetünk vissza Spártába, visszakérni a mi citizenshipünket. Na, very nice. Megnézzük. Quest. Aha, ez lesz az. Aha, ez lesz az, igen. Talk Mirini trónszobában. Érdekes, érdekesen alakul. Az a legjobb egyébként, hogy vannak olyan döntések, amiket, hogyha másképp csinálsz, akkor megváltozik egy picit a történet. Ja, ezt csinálhatnák meg egy picit jobban szerintem a Assassin's Creed játékokban, hogy tényleg olyan történeteket hoznak létre, amiket saját magad tudsz gyakorlatilag változtatni minden egyes alkalommal. Az szerintem nagyon jó lenne, hogy teljes egészében úgy változik a történet, ahogy te cselekedsz a játékban. Valhallában is volt egy kicsi mozgástér, de azért csak ugyanoda futott igazából össze a dolog. Mondjuk a Witcher egy jó példa erre, mert például a Witcher 3-ban ott egy csomó végkimenetele lehet. Több végkimenetele is lehet a történeteknek. Itt meg igazából egy végkimenetele van a történeteknek, vagy a történetnek. Na majd meglátjuk, mit hozza a jövő, és decemberben bejelentenek-e valamilyen játékot, vagy bejelentik-e az új Assassin's Creed-et. I'm here to face the kings. Are you ready to take back our family's land? Of course. Nézzük akkor, mit mondanak. Is to bring down the cultist king. You make your mother proud, Cassandra. Büszke ránk. I'm sure. I'll gather the force and meet you in the throne room. Yeah. See you in the throne room. Na nézzük, valamelyikük a valamelyik. What are we waiting for? Sorry to keep you waiting. You summoned the air force? You
must have achieved some success to Pausanias. Earn this adoring crowd. I brought home a wreath for Sparta. Though, I had to enter the games and win it myself. Very good. But what of our Pancration champion, Desticles? There was an accident at sea before he could compete. Games are hardly important. Egy baleset történt. What about Theotia? Stentor and I defeated the Athenian forces. You have nothing to worry about. If you have nothing but good news to share, why did you call for the Air Force? We were told serious charges would be brought. Serious charges? Against whom? You act as if you don't know. Against you, yes. Pausanias. Sparta must be rid of Pausanias before it's too late. He is a member of the cult of Cosmos and a traitor to Sparta. A Cosmos cult? What are you going on about? Is this some kind of joke? I have the proof right here. Your proof is right there. You know he's guilty. This isn't proof of anything. Ephos should only be called upon for serious matters. This lack of evidence is a waste of our time and disrespectful to the thrones of Sparta. The accuser should be made an example of for all other reckless fools. I taught her poorly. Punish me as her mother instead. Oh, azt eltolta. Gave you every chance to prove yourself. Invited you back for a royal audience. And this is how you repay us? What say you, Archidamus? Cassandra and Marini of Agiad. Your names are cursed. May the Cryptea hunt you, and the Elotes scrape the meat from your bones! Agreed. Ezt eltoltuk. Kellett volna több bizonyítékot szereznünk. Too bad you don't have a mask or a black cloak to save you this time. You were there, in Delphi. Oké. Hát nem nagyon volt más lehetőségünk egyébként. Mother, Pausanias revealed himself before I was dragged out of there. So he is the cultist king. It would be wise to deal with him as soon as possible. I will. Na. When you've dealt with him, meet me at home. With pleasure. Jó van. Eris has chosen me to lead the Spartans to glory. There can only be one. Felfedte magát, úgyhogy pont ez a küldetés is. Jó. I'll have to kill him myself. Így van. Majd magunk intézzük a dolgot, ahogy eddig is. Ha 5-ös körözöttségi szintünk van, ilyen még soha nem volt. Aszta. Na, akkor ezt lopakodva fogjuk megcsinálni. Úgy, szépen, óvatosan. Tele van fejvadászokkal. De ha el vagy rejtőzve, úgy nem találnak meg. Biztos, hogy őrzik. Tutti. Bocsasson. Na már csak 50 méter. Az a baj, hogyha leállok ugye harcolni a fejvadászokkal, akkor egy idő után elkezdenek a városlakók is megtámadni. Ami még komplikáltabbá teszi a dolgokat. Nem már. Látjátok? Ez az. Na, és akkor húzzunk el.
Jó. Na, mindjárt megnézem akkor a... Édebe bemegyünk ide bokorba. És akkor megnézem a térképet. Hát ő volt a liga vezetője. Uh-huh. Jó. Na, hát egyel kevesebb van. Fogyatkoznak, srácok, fogyatkoznak. Hát mindjárt ott vagyunk, mindjárt készen vagyunk. Ezt meg csinálom, szerintem off-stream. Ez majd később, az Odyssey során fog felfedődni, egy kicsit később. De hát mindjárt finishbe vagyunk. Mindjárt finishbe vagyunk. És szerintem egyébként, hogyha ezt legyőzöm, akkor ez is felfedődik. Úgyhogy... Durva. Na nézzük a questet. Még nem ért véget a quest. Return to Arhidamos. 14 000-be kerül az összes bountyt leszedni a fejünkről. Na várjál, mert itt van egy... Aha. Elmegyünk először ide. Kinyírjuk a bounty szponzort, és akkor utána visszamegyünk Arhidamoshoz. Gyorsnak kell lennünk, mert általában a játékban nagyon gyorsan leszpónolnak ide körül. Na, már itt is van valaki. Hogy mi az, ami? 70, ott van 60 méterre, már jön is. Szóval nagyon gyorsan így leszpónolnak. Hogyha nem vagy eléggé résen. Úgyhogy akkor... Hello, Bertzix! Na. Üdv ismételten. Szevasz, Bertzix, mi a helyzet? Kicsit asszaszinálgatunk. Úgy. Na, ennyi kellett. Na és akkor lejött a vérdíj a fejünkről. Régen láttalak már, Bertzix. Mi újság van veled? Mr. Marshalló. Üdv újra akkor. Mondjuk úgy. Na. Szóval. Akkor... Mivel nincs már körözés rajtunk, simán vissza tudunk menni. Most már nem kell emiatt aggódni. Na, de jó egyébként, mert sikerült megölnünk a rossz királyt. Egy plusz egy kultiszt taggal több. És most vissza kell mennünk a jó királyhoz, úgymond. Nézzük meg, mit mond. Bár mondjuk ő mondta azt, hogy kiátkoznak bennünket Spártából. Mondjuk úgy. Hogyha még mindig ötös körözés lenne rajtunk, akkor biztos, hogy nem tudnék csak így végig sétálni Spártán. Jó kis nosztalgia? Jó, egyébként jó kis játék ez. Mindig szívesen játszom vele. Akkor is, hogyha igazából nem éppen ez van terítéken, időnként így elő-előveszem, aztán tolok egy-egy ilyen mellékküldetést, vagy valamit. Na nézzük, mit mondanak. Sandra, you are condemned to be hunted! Uh-huh. I should have been more certain before accusing Pausanias. He is a plague on Sparta and its territories. Egy fertőzés volt. Where is he? So he can defend himself. Pausanias. Megmondom, én öltem meg. I watched him die. You
murdered him. Yes. Yes. I found proof he was a member of the Cult of Cosmos. Undeniable proof. This letter was written and signed by Pausanias's own hand, outlining the progress of their plans in Sparta. What is this Cult of Cosmos? Azt se tudja, mi az a Cult of Cosmos, az ő a Spártának a... As if I should know. They're a secret group with one goal. Majd azt is fogjuk játszani, az Antarktiszos DLC-t. Mm, igen. Nagyon szép volt az is. We've ruled together for years. I'll speak with the Air Force to confirm what you say. But if it's true, you deserve to be called a Spartan citizen once more. And of course, your family home is yours again. Na, visszakaptuk az állampolgárságunkat. Spártai állampolgárság. At least let me face you in battle. I'm not made for ruling, my king. Oké, meg kell küzdenünk vele. It's gone. What's gone? There was a skull here, a small rabbit skull from your first hunt. Why would someone take that? Egy nyuszi koponyát keres, ami eltűnt a házból. Ami évtizedekkel ezelőtt volt a miénk. Maybe seeing each other again made him think of this place. It did the same to me. Seems I wasn't the only one yearning for home. I hope I'm not intruding. Brasidas, come in. It's good to see the two of you. Na, ha Brasidas. It's good to be here. Megérkezett. Here instead of in training. What's wrong? I'm heading to Pylos as soon as I can. I think you may want to come as well. I'd be happy to return the favor. What's waiting for us in Pylos? Glory. The Athenians are pushing the Spartans back even as we speak. A dicsőség vár ránk. It would be a devastating loss for Sparta, and I can't allow that to happen. It sounds like you've lost confidence in Sparta's warriors. They're as strong as they've ever been. But now they're facing a power they can't even imagine. Do you mean Deimos? Yes, that's what the rumors say. Worthless Deimos. A force of nature in the body of a mortal who can cut down any soldier in his path. If Deimos is in Pylos, we have to stop him. I'll wait for you at the ship, but be quick. Each moment we waste is another Spartan dead. Alexius is in Pylos. You have to bring him back, Cassandra. Bring him back? We have our home again. Hát nem tudom, hogy mennyire tudjuk visszahozni Alexiost, mert teljesen át van mosva az agya. Nem ígérhetem meg. But I can't promise anything. Please, don't say that yet. The Cult of Cosmos has had too much time with him. He is beyond reason. Isn't it worth trying everything we can? And if I can't save my brother? Then we will have tried. We thought him dead for so long. I refuse to give up just yet. Azt mondja, mi van akkor, hogyha nem mentjük meg? Vagy ha nem sikerül megmentenünk? Azt mondja, akkor legalább elmondhatjuk, hogy megpróbáltuk. Nem tudom. Na. Újabb 43 000 XP-vel bővült a mi kis repertoárunk, tapasztalati repertoárunk, viszont a srácok szerintem ezt a mai streamet ezt most le is zárom ezzel a remek látképpel. Holnap folytatni fogjuk a Guardians of the Galaxy-t, hogyha szeretnétek benézni, szívesen várlak benneteket. Déltől lesz Guardians of the Galaxy, és utána jövő héten még nem döntöttem el, hogy mi, szerintem be fogjuk fejezni jövő héten. Én azt gondolom, hogy egyébként nincs már túl sok belőle, talán még egy streamnyi van még ebből, és szerintem ennyi.
És akkor befejezzük, akkor szerintem akkor nem fogok belekezdeni már az Atlantisos DLC-be, hanem egy másik játék fog jönni, ami egyelőre még titok. Úgyhogy, na. Srácok. Hát kösz szépen, hogy itt voltatok, kösz szépen, hogy benéztetek, és hát várlak benneteket legközelebb is. Na, szevasztok!